Újabb támadást indított Magyarország ellen Brüsszel. Tegnap a jogi bizottságban jelentős többséggel megszavazták, hogy az Európai Parlamentnek bírósághoz kell fordulnia, amiért a bizottság tavaly decemberben feloldott 10 milliárd eurót Magyarország számára. Szerintük ugyanis nem teljesültek az ehhez szükséges feltételek. Érdekes helyzet, hogy az Európai Parlament elnöke és a bizottság elnöke is néppárti. Kapcsolunk Strasbourgba, Baracka Eszterhez. Előfordulhat, hogy tényleg a bíróságon köt ki ez az ügy? Jó napot kívánok! Igen, előfordulhat, de addig még mindenképpen néhány lépést meg kell tenni. Ez a történet januárban kezdődött, amikor az Európai Parlament határozatban szólította föl a jogi szakbizottságot, hogy vizsgálja meg, jogszerű volt-e a bizottság részéről az a lépés, hogy felszabadított decemberben Magyarországnak 10,2 milliárd euró uniós forrás. Erről szavazott tegnap a jogi szakbizottság meggyőző többséggel, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy a képviselők a fele sem volt jelen a teremben, ami egyébként a végeredmény szempontjából mindegy. Így is érvényes a szavazás, és ez azt jelenti, hogy van egy ajánlásunk, de még nem a végleges döntés. A végleges döntést az Európai Parlament elnöke hozhatja meg. Ehhez, hogyha szüksége van rá, akkor összehívhatja az elnökök konferenciáját, sőt, akár a plenáris ülés elé is terjesztheti az ügyet. Hogyha pedig nem ért egyet a bizottság javaslatával, tehát nem perelné be az Európai Bizottságot Roberta Metsola, akkor ezeket a lépéseket kötelező is megtennie. Az Európai Parlament kezdetektől fogva vitatja azt, hogy a magyar pénzeket jogszerűen ítélte oda az Európai Bizottság. Az ő álláspontjuk az, hogy Brüsszel azért adta oda Magyarországnak ezeket a pénzeket, mert cserébe azt várta, hogy bizonyos Ukrajnával kapcsolatos vétókat elenged majd a magyar miniszterelnök. És azt is szeretnék, hogy Magyarország egyetlen eurócentet sem kaphat ezekből a pénzekből, mindaddig, amíg valamennyi feltételnek meg nem felel. A bizottság másképp látja a dolgot, és többször nagyon határozottan is hangot adott ennek a véleményének. Didier Reynders, igazságügyi biztos úgy fogalmazott, hogy kielégítő válaszokat kapott a bizottság a kérdéseire Magyarországtól, és hogyha nem szabadították volna fel a pénzeket, akkor Magyarország bírósághoz fordulhatott volna jó eséllyel. Nicolas Schmidt, a szociális biztos, egyébként a szocialisták listavezetője, azt mondta, az elvégzett feladatok ismeretében nem hozhattak volna negatív döntést, és maga az Európai Bizottság elnöke pedig azt mondta, hogy az Európai Bizottság igazságügyi reformot kért, Magyarország pedig ezt teljesítette. A bizottság legfrissebb álláspontja a kérdésben az, hogy állnak a per elé. Politikai szempontból egyébként egy nagyon érzékeny időszakban bukkant fel ez a kérdés, hiszen kampány van, és jól látszik, hogy az európai baloldal a magyar jogállamiságot ütőkártyaként használja ebben a kampányban, ezzel próbálja meggyengíteni például Ursula von der Leyen, aki még egy ciklust eltöltene az Európai Bizottság élén. Hogy a kereset jogilag megállja a helyét, azt még egyelőre nem lehet tudni. Daniel Freund, német zöld párti képviselő szerint igen, de pártársa Szergej Lagodinszki, aki egyébként az ügy egyik felelőse, azt mondta, hogy szélsőséges, de szükséges lépésről van szó. A zöldek társelnöke pedig azt mondta, tudjuk, hogy az ilyen bírósági ügyek nagyon sokáig tartanak, de most nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy világos üzenetet küldjenek az Európai Bizottságnak, hogy egyetlen eurócentet se adjon Magyarországnak. Baracka Eszternek köszönjük szépen!